lent jártam a helyi biokertésznél, Sipos Gyulánál, akitől hoztam el néhány palántát, egészen pontosan egy-két paprikát, amivel egyébként eddig nem volt túl nagy szerencsém, de most az ő rábeszélésére, uncolására most ismét megpróbálkozom vele, illetve hoztam patiszont, padlizsánt és két paradicsom fajtát, úgyhogy most ezeket szépen el is ültetem. Lehet látni, tele van az ágyás kis fehér izékkel, ezek a kis fehér izék, ezek perlit darabok, ugyanis beforgattam perlitet a földbe, hogy ezzel is megakadályozzam, hogy össze tudjon tömörödni. Ugye a perlit az egy semleges anyag, de arra nagyon jó, hogy a talaj jó kis porózus maradjon tőle, ami nagyon jó egy ilyen ágyás esetében, hiszen a gyökerek sokkal jobban tudnak növekedni, hogyha porózus a talaj. Kirakosgattam a palántákat a helyükre. Az oda tervem egyébként, hogy csinálok egy tudományos ültetési rendet, de hát aztán erre nem került sor, örülök, hogy egyáltalán lesz időm elültetni egy pár növényt. Na mindegy, a lényeg az, hogy ide kerültek a paprikák, itt nagyon sok napot fognak kapni, illetve vizet, mert hogy erre a két dologra hívta föl Gyula a figyelmem, amit azért nagyjából én is tudtam, hogy a paprika az a sok napfényt szeret és a sok vizet, méghozzá az esővizet. És itt lehet látni ezt a tekergő fekete csövet, ez egy ilyen izzadó cső, ami egy 1 köbméteres esővízgyűjtő tartályra van kötve, ami néhány méterrel feljebb van, a ház tetőről gyűjti a vizet, úgyhogy ebből folyamatosan szivárog az esővíz, úgyhogy bízom benne, hogy itt nagyon jól fogja érezni magát a paprika. És tudom, hogy még egy dolog van, amit a paprika nagyon szeret, meg úgy általában a növények, az pedig a tápanyag, úgyhogy ezúttal is egy kis szerves, nem is kicsi, hanem megfelelő mennyiségű szerves tápot fogok használni. Egy kis viánót, amivel nagyon meg vagyok elégedve. A spenótom, mindenem, amit ezzel tápláltam, gyönyörű szépen nagyra nőtt. Azt gondolom, nem kell magyaráznom, hogy miért szerves tápot és nem ültrágyát. Nem szeretek kemikáliákat enni. Párossával fogom ültetni őket. Azt mondta Gyula, hogy ezt nyugodtan lehet. Így egymás mellé. Szereti, jól érzi magát társaságban a paprika. Szép nagy ültetőgödröt ások. És abba jöhet némi szerves táp. Marékkal kicsit elkeverem. Ennek még egyébként az a nagy előnye a műtrágyával szemben, hogy nem lehet kiégetni vele a növény gyökerét ezzel a szerves tápanyaggal, amíg ha a műtrágyát esetleg túltoljuk, akkor az könnyen megégetheti a növény gyökerét, és akkor több kárt okozunk vele, mint amennyi hasznot hozott. Finoman nehogy megsérüljenek szárak. Kicsit lehet fölfelé húzni ilyenkor, hogy a gyökerek jó irányba mozduljanak el. De tényleg vigyázzunk, hogy nehogy elszakítsuk. Egy kicsit megtömörítem, de nem nagyon. De nem jó, ha nagyon tömör a talaj, akkor nem tudnak fejlődni a gyökerek. Így. Ó, de szép gyökere van, nagyon jó. Ezt kicsit megbontjuk, hogy hamarabb elkezdjen szerte ágazni a gyökér. Remélem, jól fogjátok itt érezni magatokat. És hoztok sok finom paprikát. Na, gyorsan elültetem még ezt az utolsó paradicsomot is, ide, mert elkezdtek táradni a szúnyogok nagyon keményen. Sajnos ebben az ágyásban tavaly is volt paradicsom, és ugye hát nem javallott kétszer egymás utáni évbe ugyanolyan növényt termeszteni azon a területen, mert felszaporodnak azok a kártevők, amik arra a növényre vannak szakosodva. Most sajnos nincs máshol helyem, úgyhogy muszáj lesz ide ültetnem ezt a parit. Hát majd megpróbálom mindenféle jó kis biovédekezési módszert bedobni, meg egyébként a tavalyi koktélparadicsomok palántái úgyis kibújtak már itt, úgyhogy így is úgyis lenne itt egy kis paradicsom. Most a paradicsom ültetésével kapcsolatban azt gondolom, hogy talán már sokszor hallották, de azért inkább többször, mint egyszer se, hogy a paradicsom bárhonnan tud gyökeret hozni az oldaláról. Hol van a paradicsom? Itt van, tehát az oldalára bárhol tud gyökeret hozni, ezért tanácsos minél mélyebbre ültetni, hogy minél több gyökeret tudjon hozni, hiszen hogyha sok gyökere van, akkor sok tápanyagot, sok folyadékot tud fölvenni, és sok paradicsomot tud termelni.
neki is adunk egy kis tápanyagot a gyökereihez. Akár itt szépen fektetve is lehet. Így gyorsan megöntözöm őket, aztán fölmenekülök itt a lóméreti szúnyogok elől.